A falvak itt annyira elzártak a külvilágtól, hogy adományokat és segélyeket kapunk, hogy itt éljünk. Itt senkinek sincs autója. Teljesen más itt az élet, mint amit Franciaországban megszoktak az emberek. Kérdés, ha valakinek itt bármire is szüksége van, hogy lehet azt ide feljuttatni? Esetleg gyalog, vagy helikopterrel. Mafatéban elképzelhetetlen az élet helikopterek nélkül. Nincsen más közlekedési eszköz. Mivel nincsenek utak, ha valaki megbetegszik vagy megsérül, csak a helikopter tudja megközelíteni a falut. Enrico Bernardini vagyok, a La Novelli általános iskola igazgatója. Ideális hely ez a gyerekek számára. Nincsenek autók, nincs zaj, nincs rohanás. A postás is csak hetente egyszer jön. Még nehezebb a helyzet, amikor a köd leül a völgybe. Ilyenkor a helikopterek nem tudnak felszállni. Még a liszt is a kikötői raktárakban rostokol. Ahol csak lehet, napelemeket használunk. Bár tudok egy diákomról, akik otthon még mindig gyertyát használnak. A gyermek gyertyafénynél írja meg a leckét, és reggel is a gyertyafénye kelti. Franciaországból, Normandiából származom. Itt olyan nyugodt minden, ez a béke szigete. Franciaországban másról sem szól az élet, mint az evésről, alvásról és munkáról. Egyáltalán nem vágyom vissza, itt Mafatében otthonra leltem. Nézd, az apu helikoptere. Mindig fent repül az égen, és mindenfélét hoz visz. Sokat szállítottam disznókat és teheneket. Szinte mindennel volt már dolgom. Amikor alszom, azt álmodom, hogy egyszer én is pilóta leszek. Elrepülök mindenhová. Mafate, Párizs és London felett szállok.